szem egy gyönyörködtető látvány, amikor tavasszal virágzik az új fehér tói megy. Ez pedig már az élet termés a június végi július elejé szüret idején. A gyümölcsnek számos variációja van, közülük öt most komoly elismerésben részesült. Az Európai Bizottság a napokban döntött és alkotott rendeletet arról, hogy az új fehér megy megjelölése a jövőben oltalom alatt álló földrajzi jelzés, amelyet márciustól valamennyi tagállamban kötelező alkalmazni, hangzott el 35 perc című műsorunkban. Ez egy komoly lehetőség a termelék számára, mert a pálinka a piac szempontjából egy, egy, viszonylag pici szegmensét jelenti. Azt tudom, hogy 2017 márciusában, amikor a magyar védettséget megkapta a dr. Nagy még akkor államtit miniszterhelyettesként átadta ezt a címet, akkor az OSON bocsánat, nem tudom, hogy nem a reklám helye, de kénytelen vagyok mondani, oda jött az akkori igazgatója, és érdeklődött, hogy hogyan tudnák ők hogy ezt megvásárolni, ezt a megyfajtát, egy kis bici egységcsomagokba csomagolva, és újféltói megyként értékesíteni. Ezt az oltalmat csak olyan termékek nyerhetik el, amelyek különleges minősége hírneve a földrajzi eredetükhöz kötődik. Az Uniós Testület meghatározta azt is, hogy melyik körzetben termett gyümölcsök kaphatják meg a megkülönböztető címet. Ezek közé tartozik érpatag, geszteréd és nagykálló is. Újfehér tón és környékén egyébként már a 17. század óta foglalkoznak a meggyel. 70 éve hozták létre a kutatóintézetet a településen, az Újfehér tói meggyet pedig 50 éve nemesítették. Érdekesség, hogy először kapta meg a védettséget a zsindejes megypálinkája 2014-ben, csak aztán maga a gyümölcs. A felhasználást illetően egyébként nagy tervei vannak az érpataki vállalkozásnak. Nekünk kidolgozásra kidolgoz, került egy olyan termékcsalád, ami az új fejetői megyet fogja felhasználni. Azon a terület, földrajzi területen megtermelt megyet, két millió kilogram a terv, hogy éves szinten annyit dolgozzunk föl, és közel azt hiszem 19 terméknek a feldolgozásáról szól, és nem csak a nem kizárólag a pálinka, hanem a friss gyümölcs, pálinka és különböző féle termékeknek az előállítását takarja ez. Ugye kettős kapaszkodási lehetőség van, egyrészt van a gyümölcsre vonatkozó egy a pálinkánál meg ugye adja magát az a bizonyos földrajzi védettség. Én azt gondolom, hogy ebben komoly potenciál lehet, ez egy turisztikai attrakció is lehet valamilyen szempontból. Mint a vállalkozó hozzátette, a pálinka piaca már most is megvan, a többi megyből készült terméket és magát a gyümölcsöt is szeretnék azonban minél szélesebb körben, sőt nemzetközileg is megismertetni és értékesíteni. Abban bíznak, hogy az újabb nemzetközi elismerés után új Újfehértó nem csak a megy kutatás fellegvára, hanem a megy európai fővárosa is lehet.